A felvételi a szolféstermekben zajlik, tehát ezért is adtunk meg három címet, mert három nagy szolféstermünk van. Egyidejűleg zajlanak ezek a felvételi meghallgatások, és itt a tévén keresztül fogják látni majd a kollégáim a kisgyerekeket, akik bejelentkeztek, és ugye akik szülőkön keresztül fölhívtak bennünket Messengeren, azon a bizonyos címen, amin regisztráltak, és a kollégáim pedig itt fognak ülni, és hallgatják a gyerekeket. Az egyik olyan szolféstermet mutatja Szakács Erika, a Liszt Ferenc zeneiskola igazgatója, ahol a felvételi meghallgatás zajlani fog. Az intézmény vezető elmondta, a digitális oktatásra szerencsére könnyű volt átállniuk, de hosszú távon nem célszerű ilyen formában művészetet oktatni. Kérdezgettem a kollégáimat, mert így közös tantestületi megbeszélésre azóta nem került sor, amióta március 16-án bezártuk idézőjelben az iskolának a kapuit, viszont egyéni beszélgetések sorozatosan voltak. És azt tapasztaltam, és abban erősítettek meg, hogy nagyon könnyedén átálltak rövid időre a digitális oktatásra. Nem jelentett problémát, túl nagy problémát, így mondom, inkább sem a kollégáknak, sem a gyerekeknek. Viszont abban is megerősítettek mindkét oldalról, hogy ez egy rövid időre megoldás. A május vége mindig izgalmasan telik az iskolában, hiszen ekkor van a felvételik ideje. Idén először azonban online formában, Messengeren keresztül fognak felvételizni a diákok. A közel 1000 tanulót foglalkoztató iskolában fontos volt, hogy még júniusban véget érjenek a felvételik, hiszen egy tanrendet is össze kell állítani, ami nem kis feladat. A felvételire az iskola honlapján lehet jelentkezni. A zeneiskola honlapján, a liszzeneiskola.hu-n megtalálható minden információ, ami az online felvételihez szükséges. Ehhez először is regisztrálni kell annak a kisgyereknek a nevével és a 11 jegyű oktatási azonosítójával, aki felvételizni szeretne. Itt három lehetőséget adtunk meg, három színnel is jelöltük. Sajnos számmal nem lehetett a Messengeres címben variálni, ezért a felvételi, a meghallgatás és a jelentkezés mindhárom ugyanazt a tevékenységet takarja. A színekkel próbáltunk különbséget tenni, mert egy időpontban három teremben zajlik ez a bizonyos online meghallgatás. A jelentkezés a jelentkezési lap és a szülői nyilatkozat kitöltésével és annak visszaküldésével történik. Miután visszaküldték a dokumentumokat, azután regisztrálja az intézmény a diákokat. Az iskolában június 16-a, 17-e és 18-a a felvételi meghallgatás napja, és az azt követő egy hétben postai úton fogják értesíteni a fiatalokat az eredményről.